a 10 legirritálóbb magyar politikus toplistáját fogjuk ismertetni önökkel. Ez a toplista szigorú kutatásokkal, szociológiai tanulmányokkal van alátámasztva. Kérjük, hogy mindenfajta bírálatot, ami azt mondja, hogy talán nem igazságos a tizedik, talán nem igazságos a második hely, talán ez vagy az hiányzik, azt tartsátok magatokban, mert itt tényleg a tudomány az, amely szól, és nem mi, nem a Robinak, nem nekem a véleményemet tükrözi, hanem egész egyszerűen annak évtizedeknek az a munkája, ami egymásra rakódott, könyvtárakban csiszolódott, pontosan annak érdekében, hogy a ti számotokra most átnyújthassuk azt a tízes listát, amely az ennek a rendszerváltás óta eltelt másfél évtizednek az alapján lepárolódott kis vegykonyhánkban. Íme itt a tizedik. A tizedik helyezett Dávid Ibolya. És miért Dávid Ibolya? Hát nem könnyű megindokolni, mert az ember nem tudja, hogy hol kezdje, amikor Dávid Ibolya irritáló voltáról akar beszélni. Egyrésztről szörnyű az a divat, amit ő képvisel és amit megteremtett, ez a kalapos hölgy, a kalap, a Margaret Thatcher, vagy egyáltalán így az angol konzervatív hölgyeknek a közép-európai letéteményese, és különösen azért furcsa, mert ez a kalapos hölgy, amellett, hogy szerintem ez az egész kalapdivat, ez rémizbléstelen és rém idejét múlt. Hát a 20-as években rendjén volt, abszolút. Tehát egyébként Ferenc, Ferenc József és a korai Horthy Miklós, nem? Ennek a világa a kalap. De szerintem még Thatchernek, aki mondjuk egy 30-assal idősebb Dávid Ibolya, még neki jól állt. Különösen abba az angol száz környezetben. Jó, hát a királynő az ma is viseli. Tehát a királynő az maga is egy bohóc, amint tudjuk. Na mindegy, és azért furcsa ez a kalap dolog, mert Margaret Thatcher annyiban hordta ezt a kalapot joggal, hogy ő közben nem Schmuckandorral közösen kampányol. Korda Györgyel. És nem Korda Györgyel közösen kampányol. Tehát, hogy azért... Stinger Tamással. Na most komolyan, tehát hogy képzeljük el azt a helyzetet, és ebben áll Dávid Ibolya legirritálóbb volta, amikor mondjuk az angol királynő, vagy mondjuk Margaret Thatcher elmegy egy kampányrendezvényre, ahol a Korda Balázs páros, nem tudom én, Mamma Maria számára rázza és csápol. Tehát, hogy ez a két dolog, ez olyan szinten üti egymást, hogy szerintem teljesen jogos a tizedik hely, de hát ugye ez nem tőlünk függött. Azért azt is tegyük hozzá, hogy Dávid Ibolya mindent elkövet, hogy az eliten belül, vagy hát hogy is mondjam, a garnitúrán belül, vagy osztályon belül, vagy nem tudom, a politikai gyalázat koktélon belül, így benne úszva, azért mégiscsak elegye a kenyerünket ezzel a kétfelé csapkodásával, ami hát semmi más nem jelent, mint hogy saját maga számára kívánja kikaparni a gesztenyét, de mi emlékszünk arra, amikor még az Orbán kormányban a, nem tudom én, igazságügyminiszterként a 3 hetenkénti ülésezést terjesztette be a parlament elé. Emlékszünk különböző intézkedéseire, amikkel meglehetősen elégedetlenek voltunk, és hát mennyire irritáló az, hogyha belegondolunk, hogy van egy ember, aki miután ellenzékbe kerül, arról beszél, hogy a két nagy párt a 98 és a 2002-es ciklusban 70-30 arányban osztozott. És akkor az ember azt mondja, hogy hú, tényleg, hogy ez az Ibolya, ez milyen kemény leleplezte, hogy mi történt. És ekközben így hirtelen így eszébe jut az embernek, hogy Ibolya az, mintha igazságügyminiszter lett volna ez idő alatt. Tehát, hogy... De mennyit kapott a 70-ből? De nem csak, hogy mennyit kapott a 70-ből, miért nem járt el? Hogy történhetett ez Dávid Ibolya igazságügyminisztersége alatt? Miért nem mondja azt, hogy 70-30 történt az előző ciklusban, ez volt, én a magam részéről rossz igazságügyminiszter voltam, elnézést kérek az ország polgáraitól, lemondok és visszavonulok a politikától, mert ez történhetett az én miniszterségem alatt. És szeretném azt kérni a zöldségestől, hogy ne köpjön szemen, amikor legközelebb lemegyek sárgarépát meg krumplit vásárolni. Hát szerintem szigorúak vagytok. Há, és ez még csak a tizedik hely volt. Number 9. A kilencedik helyezett Hiller haver. Hiller haver. De tényleg a Hiller haver az egyébként egy akkora találat volt, hogy az a nyomorúság kampányt, és az a döbbenetes, hogyha nincsen az a kiszivárgás, tudjátok, hogy mi volt ez. Ugye emlékeztek, hogy a Hiller haverség az hol derült fény. Hát volt az a szerverügy. Emlékeztek. Igen. És a szerverekről ugye a fideszes fiúk lopták a különböző információkat a kampányról. És többek között ellopták a Hiller haveres öngyújtókat, meg Hiller haveres golyóstollakat, meg minden ilyesmit. És
És így került napvilágra ez, hogy az MSZP egyáltalán tervezett egy ilyen kampányt, hogy Hiller haver. Így szavaz Hiller haverre. Hogy így együtt haverkodj Hiller haverrel. És az a döbbenetes, hogyha nincsen ez a szerverügy, és a fideszesek ezt nem lopják ki onnan, és nem kerül nyilvánosságra, akkor a barmok meg is csinálták volna ezt a kampányt, ami szerintem a világ legnagyobb cikije lett volna. Tehát, hogy ilyen blamát az életben nem látott még, szerintem egy Balkán se. De ennél egy nagyobb blama volt, amit a Hiller István előtte csinált hónapokon keresztül, amikor kiállt és elkezdte mondani, hogy a szocialista pártot szeretnék, ami egy szerethető és emberalatti szocialista párt. Emlékeztek, ugye? Persze. És ilyen blödli hülyeségeket is lehetett az arcán látni, hogy ő maga se hisz benne, ő maga is megveti magát, vagy legalábbis néha látszott, amikor így belefáradt, hogy így, jaj, mi a fenét kell mondom, de az egésznek értelme nem volt, kinevettette magát, és aztán egyszer ez a lufi kidurrant, és azóta Hiller haveron kívül más nyoma nincsen a politikában. Jó, de hát a Hiller haver az tényleg az az ember, akivel kapcsolatban, hogy mondjam, nem lehet elvárni az emberektől, hogy bízzanak benne. Hát képességei azok kiülnek az arcára, vagy inkább azok hiánya ül ki az arcára. Nem lehet elvárni az emberektől, hogy respektálják, mert hát mit respektáljanak ezen az emberen. Nem lehet elvárni az emberektől, hogy hát hogy is mondjam, valamiféle szakmai kvalitást feltételezzenek róla. De azt el lehet várni, hogy szeressék. Tudod, úgy, mint egy ilyen kölyök kutyát. De tényleg olyan az egész csávó, tehát, hogy aj, gyere ide, ne sírjál, ne busongjál, gyere ide, megbubolom a fejedet. Tehát tényleg ilyen a Hiller haver. Tehát igazából csak egy valamit nem értek, és meggyőződésem szerint ebben Hiller haver az hasonlóan van, mint én, tehát hogy ő sem nagyon érti, hogy kerül ő oda, hogy vezetheti ő ennek az országnak a legnagyobb és vezető pártját, hogy lehet ő az elnöke. Most csak második legnagyobb úgy tűnik, nem? Hát momentán a legnagyobb, tehát hogy így mindig, azt gondolom, hogy a parlamenti frakció alapján kéne ezt mérni. Igen. A 8. helyezett. Rohanunk előre, robogunk felfelé, és most már a 8. helyezetnél tartunk, aki nem más, mint... Tarlós István. Ó, a jó Tarlós. Hát az ő irritáló voltja az igazából. Az őszintessége, nem vagy? Hát az őszinte taplósága. De tényleg, mintha a Tarlóról jött volna, nem? Tehát ez a beszélő néve sehol senkinél nem volt olyan tökéletes, mint Tarlósnál. Jó, hát végtelenül irritáló figura két oknál fogva is. Egyrészt irritáló az a stílus, amit megenged magának időről időre. Szénásikám, rálépek a szemüvegedre, stb. Summantottál szénásikám, most már fogjad be a szádat. Azért az ember nem így képzeli el a 21. század politikusát. Nem Újpesten vagy, ott ezt megtehetted, de innen ki vagy rúgva. De tényleg Tarlós különben egy régi világot képvisel. Tehát én így nagyjából... A Horthy rendszert kb. Nem, én nagyjából így képzelem el a Kádár rendszer tanácselnökét, de valami nagyon-nagyon sutyó vidéki helyen, tehát hogy így valahol nagyon mélyen, tehát hogy Szabolcs-Szatmár legmélyén. Rajhona Ádám játszhatná el ezt a szerepet, nem? Igen, és valószínűleg Cserhalmit üldözné ez a borzalmas tanácselnök, akinek, mit tudom én, megtetszene Cserhalmi felesége. És így mondaná, hogy Cserhalmikám. A Bacsú Péter rendezné a filmet. Én már látom is magam előtt. Lenne egy csomó mesztelendő. A film jó lenne, de Tarlós irritáló. Aztán másodszorban irritáló Tarlós azért, mert hát persze nem könnyű Demszkit megverni, de egy ilyen alkalmatlan figurát helyezzenek kvázi ellenpontjaként Demszky Gábornak, tehát akiről így lehetett látni, lehetett tudni, hogy ha valamire be tud indulni majd az SZDSZ-es, MSZP-s propagandagépezet, akkor éppen ez az őstaplóság. És mégis mindegy, vállaljuk be, legyen így, és elindították. Aminek következtében Demszky Gábor újra nyert, bár csak épp hogy különben. Még az a furcsa különben, hogy a sokkal európerebb Schmidt az sokkal kevésbé volt képes megszorítani Demszkyt. Jó, de a Schmidt az meg olyan szinten szerencsétlen, de tényleg a Hiller és Schmidt. Ez a két figura, de komolyan, tehát hogy így ők az ői kujjukat add össze, de komolyan, és még mindig egy két jegyű számot kapsz. Nem tudom, én azért Tarlósban pozitívnak érzem azt a momentumot, hogy érzed, hogy ő nem hazudik, ő nem jár. Ő nem színészkedik, azt adja, mi lényege, hogy persze mi a lényege, abban lehet, hogy bajok vannak. Tehát, ne felejtsük. Ami a szíve van, a számol itt, nem a jó, szájával van a baj, hanem a szívével. Tehát a kérdés, hogy ez nem nagyobb baj, mint a pusztán, csak a szájával. Jó, de hát a többieknél haladunk fölfelé a sorban, ez már nem olyan világos. Jó, tehát, hazudnak, de mivel hazudnak, így rejtve marad a belső tartalom, és még az is lehet, hogy az valami nagyon oké dolog, érted? De Tarlósnál kétségeik nem lehetnek, mert hogy ilyen őszintén kimondja azt a belső nagyfokú taplóságot, ami jellemzi őt. Bár újabban egyébként ezt jegyezzük meg, azért lehiggadt, nem is nagyon lehet látni.
Na jó, és arra a kis stílűségre emlékeztek Tarlóstól, amikor elvesztette a választást, és rögtön előadta, hogy a kis szegény kiskerületi polgármester éppen megszorította a nagy Demszky Gábort, és erre emlékezni fognak, hogy ő csak egy kevéssel maradt le, a lebunkózott, lesajnált kis kerületi polgármester, és mögötte állt az egész magánszféra, tehát olyan mennyiségű plakátot, olyan kampányt, de tényleg olyan energiákat, amiket belevittek ebbe a Tarlós kampányba, én még nem láttam. Hát könyörgöm, a fél magyar könnyűzenei paletta ott táncolt, ugrált az ő kampány záró ünnepségén. De arról se feledkezzünk meg, hogy nem volt hajlandó gratulálni Demszkynek. Azt mondta, hogy ez még most korai. Az ő kis lelkét megviselte a nagy választási vereség. Tényleg az ősajnálat puha meleg paplan. Az a nagy Tarlóssal, hogy soha nem vesztett választást a kerületben, és nem tudja, hogy ez milyen érzés, és így elvesztette az elsőt, és rögtön úgy érzi magát, mint a legkisebb királyfi, akit elzavartak az udvarból. A hetedik, te magad légy! Hát ezt senkinek nem kívánjuk természetesen. maximum Dajs Tamásnak, mert hát ő aztán tényleg, hát ő az a figura, akinek még mindig látom a spanglit a szájában. Hiába nem preferálja most már az ilyesmit, legalábbis a hírek szerint. Én nem tudom. De hogy az, hogy valaki megőrizte ezt a lázadó imást, amivel ő 89-ben még Prágában fogságba esett, és ez így rajta maradt a csávon. Emlékszem, hogy még a 90-es évek közepén is volt fülbevalója, meg ezt a hosszú sérót, ami egyébként már akkor is ciki volt, azt még akkor is megőrizte, de még most is a stílusában megvan ez a végtelen nyeglelazáskodás. Egyébként egy olyan pártban, ahol, hát hogy is mondjam, ennek semmiféle szín alatt nem lenne helye, és semmire nem menne ezzel a ótvar stílusával ebben a pártban, hogyha nem lenne Orbán Viktor személyes jó barátja. Bensőséges kapcsolatuk indokolja azt, hogy ebből az emberből minisztert csináltak. Sőt, kitaláltak neki egy minisztériumot. Mihez ért Dajs Tomi? Hát, mint tudjuk, semmihez. Ifjúsági és Sportminisztérium, ez lett a neve, amit létrehoztak Dajs Tomi számára. Már létrehozták, de nem töltötték be, tehát olyan volt, mint a Hortikorban a magyar állam, tehát hogy királyság, de a trónt nem foglalja el a király, tehát hogy létrejött a minisztérium, de Dajs Tomi még nem lett miniszter, mert még nem volt meg a diplomája, hogy meg kellett várni a minisztériummal, de már fölállt a minisztérium, hogy Dajs Tomi megszerezze a diplomáját, és beüljön abba a bizonyos bársonyszékbe. Most ennél irritálóbb dolog a világon nincsen. Hát ennél csak egy irritálóbb lesz, de az majd később fogja. Egyébként egy másik ifjúsági sportminiszter, aki annyira az egyik az, amely érzékelte a saját teljesítményét, rögtön megszüntette a saját munkahelyét. Három ifjúsági és sportminiszter volt egyébként ebben az országban valaha, ugyebár volt Dajs Tomi, utána volt Jánosi György, majd pedig ez a bizonyos ember, és elmondhatjuk azt, hogy végül aztán szerintem Orbán Viktor javában megbánta azt, hogy létrehozta ezt a kamu minisztériumot, mert ez a minisztérium lett később ennek a bizonyos hősnek az ugródeszkája. De végülis ez teljesen. Na jó, azért Dajs Tamásról azt sem szabad elfelejteni, hogy megváltoztatta a nevét. Tehát ha van irritáló dolog, hogy van egy politikus, aki egy jól bevezetett brand már Magyarországon, így lehet róla tudni, ő a fülbevalós lázad. Lázadó konzervatív. Ultraliberális, sokat csajozó valaki. Tehát úgy volt, és tök jó fejek, különben a Dajs, hát nem tudom hány gyereke van, tehát ő magasan túl teljesítette az Orbán tervet, feleségszámba, meg aztán duplán, és ez tök rendben van, és utána megházasodik, és egyszer csak már ő nem Dajs Tamás, hanem Dajs Fűr Tamás. Tehát, ami azért is érdekes, mert felvette az apósának a nevét, ami egyébként abszolúte nem tradíció Magyarországon, ha már egy ilyen tradicionális, meg konzervatív pártról beszélünk, mint a Fidesz. De miért is a feleségét hogy hívják őt? Fűr Anikó. Fűr Dajs Tamás? Vagy? Nem, lehet. De nem az érdekes, hanem ugye felvette a nevét, mert annyira szereti a hölgyet, de ugye azért van némi politikai pikantériája. És ennek a beházasodott a keresztény konzervatív irányvonalba. Hiszen Fürr Lajos az honvédelmi minisztere volt az Antal kormányzatnak, és egy kifejezetten nagy nevű jobboldali konzervatív személyiség. Hát 56-os szerepvállalása is volt neki, azt hiszem, hogy a Debreceni Egyetemről ki is rúgták ezért.
Hát reméljük, hogy őt nem irritálja annyira Dajcs Tamás, mint bennünket. Hát az a családi borzalmas család. Igen. Borzalmas családi életet feltételezne. De hát egy valami biztos, hogy ez a csávó, ez csak és kizárólag azért van ott, és semmi másért nem vitte annyira, amennyire vitte, bár nem vitte sokra soha életében, ezt nem lehet rá mondani, mert ő Orbán Viktor személyes jó barátja, őt a Viktor szereti, őt a Viktor mindig maga mellé vette, nyilván a régi elvtársiságnak az alapján, és hát Dajcs Tamás az, akinek a habitusa alapján, akinek a, hogy is mondjam, a jellege alapján, ahogyan ezt az embert látjuk a Fideszben, semmi keresnivalója nem lenne, de ha egyszer annyira szereti őt a Viktor, ő meg annyira szereti a Viktort, meg különben sem volt soha semmi tulajdonképpen autonóm elképzelése a világról, ott volt a nagyon-nagyon kényelmes bársonyszék, hát miért is ne ült volna bele? Köszönjük meg Viktornak. Jön a hatodik. Megjött a hatodik Demszky Gábor személyében. Ó, Demszky Gábor irritáló volt, az szintén mondjuk egy könnyen bizonyítható felvetés. Egyrésztről hát Demszky Gábort sokakat irritál azzal, hogy igazából ő az az ember, aki egyetlen személy, a jelenlétével bizonyos tekintetben értelmetlenné tette a rendszerváltást, amikor is mi azt gondoltuk, hogy rendszert váltunk 89-90-ben, és akkor itt majd váltógazdaság jön. Sok párt, sok ember, és majd különböző alternatívák, verseny, 4 évenként meglátjuk a különböző teljesítményeket, és hát itt jött egy figura, aki egyértelműen, hogy hívják a kubai elnököt? Castro. Egy egyértelműen Fidel Castroval konkurál, és igazából tényleg az, aki kérdés, hogy Fidel vagy Demszky Gábor fogja hosszabb ideig betölteni a maga pozícióját, mert látható módon tényleg nem tud veszíteni, és hát ez a másik irritáló dolog Demszkyvel kapcsolatban. A veszítés nem baj, de város vezetni se tud, tehát ez a kettő együtt problémát, de ha csak az egyik, az nem baj. Bármelyik a kettő közül tökéletes megoldás. Sokan nem tudnak város vezetni, de én se tudok, sokan nem tudnak veszíteni, az se baj, ha tud várost vezetni, de a kettő együtt, tehát ezért rossz kombináció. Jó, ő egy dolgot tud, a Fidesz-szel szemben építeni a 4-es metrót, de azt folyamatosan. De azt úgy tudja, hogy még egy rohadt sinten nem rakott, de tényleg, de azt a Fidesz ellenő építi most már 8 éve, de egy rohadt sint még le nem pakolt, csak és kizárólag a nagy munkagépek mellett fotóztatja magát, mert ahhoz ért, meg ahhoz ért, hogy ilyen Photoshoppal készült nagy 15x30 méteres nagy táblákon hirdesse, hogy itt épül a 4-es metró, jön a 4-es metró, a megérkezés öröme, meg ilyen feliratok vannak rajta, és akkor ilyen Photoshoppal gyártott figurák ilyen oktatáskával állnak, és így várják a hipermodern metrót, amit szerintem így letöltöttek a japán, valamelyik ilyen japán szájtról, ahol ilyen szintén ilyen metrótervek vannak, és így egy az egybe fölnyomták oda nekik. De nincs igazad, aluljárók készültek, nagyon szépek, nem használja senki, mert... De arról volt szó, hogy a Fidesz ellen fölépítjük a 4-es aluljárót? Erről volt szó? Ez is eredmény, nem? De tényleg egyébként a Kádár rendszernek a logikája. Hát örüljünk annak, ami van, elvtársak. Elvtársak, hát nem lehet egyszerre felépíteni a kommunizmus. Nem a zsemle a kicsi. Megígértünk, nem a zsemle a kicsi, a pofád nagy. A pofátok nagy. Erről van szó. Tehát, hogy így vegyük észre azt, hogy Demszky már épített nekünk, hát ha nem is épített, de legalább fúrt nekünk néhány alagutat. De legújabb az történet... A páros oldalról a páratlanra már átjutunk. Hát ez még nem metró, de lent van. A legújabb történet pedig Demszky Gábornak a gyülekezési szabadsággal és az emberi jogokkal kapcsolatos tevékenysége. Mindig is nagy hónapban, igen, amire Tamás Gáspár Miklós azt nyilatkozta, hogy Demszky Gábor lebe után az SZDSZ feloszlathatja önmagát. Jó, de az tényleg nagyon durva, hogy van egy ember, akiről, mint városvezetőről, hát nehéz sok pozitívumot elmondani, de akiről viszont nagyon sok pozitívumot el lehet mondani, mint a Kádár korszak ellenzéki alakjáról, arról az emberről, aki kiállt a maga szabadságát is veszélyeztetve, kiállt az emberi jogok, a szólásszabadság, stb. Mellett. És ehhez képest így bizonyítja azt, hogy hát így különösebben nem alkalmas városvezető, most meg így megtagadja mindazt, ami tényleg valaha fontos volt, és ami miatt ő jelkép még Magyarországon bizonyos körökben. És azért ez nagyon-nagyon szörnyű. A pozíció az ötös. És egy másik polgármester áll az ötödik helyen. És szerinted véletlen, hogy az ötödik helyen áll?
mert ő az 5. kerület polgármestere. Ó, tényleg. Ezek a kis finomságok. Az a csodálatos, hogy a szociológia, meg a várostervezés, az néha így egybe. De mondhatnám, és ezekben a pillanatokban is terán kacsint, én úgy érzem. De Robi, helyes lenne az, hogy az 5. kerület házigazdája. Igen, 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 a buri fővédnöke. Jó, hát Rogán a vendéglátó. Azért ismert, azért érdemelte ki ezt a helyet, azért elsősorban, mert legutóbb közölte azt, amikor valami tüntetéseket szerveztek az 5. kerületbe, hogy mindenki, aki az 5. kerületbe látogat, az viselkedjen úgy, mintha a vendégségbe menne. Mármint Rogán Tónihoz vegye le a cipőjét, vegye fel a mamuszkát. Igen, rendesen, ahogy a jól nevelt gyerekek szoktak, nem ám ahogy a prolika panellakásokban, nem Újpesten vagy paraszt. És tényleg, mi azon gondolkozunk, hogy WC-t lehúzni magad után. Hogy mi nem láttuk azt a pillanatot, amikor Rogán Antal szart egy 5. kerületet, hogy így viselkedhessen, vagy amikor ő felépítette azt az 5. kerületet, és nem látjuk be azt, hogy egy 33 éves embernek miért kell úgy viselkednie, mint a haza atya miniben, legalábbis a haza atya 5. kerületi polgármesterként. Ez iszonyatosan nyomasztó és iszonyatosan irritáló. Emellett persze iszonyatosan irritáló még egy csomó dolog Rogán Antallal kapcsolatban. Például az, hogy Rogán Antallal egyszer készített Robert egy interjút. Hát próbáltam. És feltett Rogán Antalnak egy kérdést, amire Rogán Antal... De várjunk, csak nem mindegy, hogy milyen kérdést tettem fel, konkrétan azt kell tudni, hogy az interjút megelőző napon Rogán Antal azt nyilatkozta, mit is nyilatkozott? Hogy mi legalább tükörbe tudunk nézni, mi legalább belemerünk nézni az emberek szemébe, mert mi legalább nem hazudtunk az embereknek. Nyilatkozta Rogán Antal kedden. Én szerdán fölhívtam ebből a műsorból Rogán Antalt, hogy hát hogy is volt ezzel a nyilatkozatával. Nézzük csak meg azokat a választási ígéreteket, hogy az MSZP ígéreteinek körülbelül a 2,5-szeresét ígérte ki a Fidesz. Hát hogyan néz az emberek szemébe ennek tükrében? És erre Rogán Antal azt mondta nekem, hogy ő nem arra készült, hogy erről fog velem beszélni. Hát mondom, hogy pedig hát így erre jó lenne, ha válaszolna, mert ez az ő tegnapi nyilatkozata. Hát nem az történt, hogy valami olyasmiről kérdeztem Rogán Antalt, amivel kapcsolatban Rogán Antal nem kompetens, hát ő nem illetékes ezzel kapcsolatban, nem készült rá, stb. Hát tegnap mondta a szájával Rogán Antal, én meg ma megkérdezem, hogy hogy értette. És erre mondja, hogy kérdezzem őt, legyek szíves, az 5. kerületi programjáról. Ez még a választás előtt volt. Mármint az önkormányzati választás előtt, az 5. kerületi programjáról, mert ő arról szeretne beszélni. Megmondtam neki, hogy hát nehogy azt gondolja, hogy ez egy fizetett kampányműsor az ő számára, mert ez nem az, legalábbis én nem tudok róla, hogy az lenne. Úgyhogy legyen szíves, válaszoljon a kérdésemre. Erre megfenyegetett azzal, hogy ha ez így megy tovább, akkor ő rám csapja a kagylót, tehát leteszi a kagylót, megszünteti a beszélgetést. Mire mondtam neki, hogy ne, legyen szíves, ne fenyegessen, hanem válaszoljon a kérdésre, majd pedig rám csapta a kagylót. Rogán Antal. Hát akkor jöjjön a negyedik. Majdnem dobogón. Ez a negyedik. És a negyedik helyezettünk szintén egy polgármester, akárcsak Demszky Gábor, egy ifjú tehetség, aki nevében is hordozza az arroganciát, és tetteiben is az irritálást, de ez nem más, mint maga Rogán Antal. A negyedik helyen Rogán Antal. Arra az emberre emlékezzenek vissza a kedves hallgatók, akik az Orbán kormány idején így eljátszotta ezt egyrészt a pártökre, másrésztről a nem tudom, így minden osztályban van egy ilyen eminens, akit úgy általában gyűlöl a környezete. Na jó, hát ő akart lenni a kicsi Orbán. Ő ezt a kezdetétől a Fidelitásban elkezdte nyomni, hogy ő a kicsi Orbán. Ő a feltörekvő új Orbán. Ő az, aki jön föl, és ő az, akitől a régi Orbánnak nem félni kell, hanem a régi Orbánnak úgy tekintenie rá, mint az ő utódjára. Leginkább átadni neki azt a rengeteg tudást, amit felhalmozott. Jó, de az a szörnyű, hogy ez a figura két nagyon irritáló szerepet töltött be egyszerre. Egyrészt ezt az eminens jó tanuló diáknak a szerepét, akit szerintem így alapvetően így utálnak az emberek, még a szemüveg, a fizimiska is ugye erre hajazott. Másrésztről meg betöltötte ezt a kemény, tökös, megmondó ember szintén ilyen kifejezetten taszító szerepét, és ebből a kettőből csinált egy olyan ötvözetet, ami meggyőződésem szerint azért nagyon-nagyon-nagyon jó esélyt biztosított arra, hogy Medgyessyék visszatérjenek, vagy hogy Medgyessyék megnyerjék a választást. Rogán Antal irritáló voltának jelentősége nem merül ki abban pusztán, hogy az ember amikor látja, akkor felháborodik meg elszörnyen. Gomra megfordul. Hanem
ez az irritáció szint, amit ő képvisel, az már komolyan, nem mondom azt, hogy választásokat dönt el, ez túlzás lenne. Az ötödik kerületben sajnos végképp túlzás volt. De egy biztos, hogy számít. Tehát Rogán Antal azért képviselt valamit. Rogán Antal képviselt a 98 és 2002 közötti Fideszben. Három figura volt, aki kvázi ugye az ellenzék támadásának és a sajtó keresztüzébe állt. Az egyik Rogán, a másik... Szijjártó. Nem, hát ő hol képviselte a mostani Szijjártót egyébként. Ja, de különben tényleg a Szijjártó az pont ugyanazt csinálja. A Szijjártó is ízé felkívánkozna erre a listára, de valami miatt a mi szociológus barátaink mérték tolómérőt nyomták, mérték, nem jött ki, nem ez jött ki. De még egy Hiller haver se tudott megelőzni, ez a szörnyű. Az a döbbenetes. Szijjártó, nagyon a közelején vagy te még ennek. Na hát erről van szó. Szóval Rogán Antal, aki azután, hogy Megyájék hatalomra jutottak, a párt vezetése, tehát a Fidesz vezetése kitalált neki egy teljesen új szerepet, ami az addigi szerepétől, ettől a párt ökleszereptől rendkívül idegen volt, ő lett a párt média arca, ő lett a párt liberális sokfelé kacsintó arca, főleg azután, hogy megkurcolták az apjával kapcsolatban Pokornit, Pokornira ezt már nem lehetett rásózni, meg Pokorni nagyon megkomolyodott, meg szerintem kapott egy kisebb ideg összeomlást is abban a kampányban, amelyben ő elvesztette a miniszterséget. Úgyhogy kellett találni egy olyan figurát, akit el lehet küldeni az Activity Show-ba. És hát ez lett Rogán Antal, mert hogy Rogán Antalra ezt is rá lehetett osztani. Rogán Antal azért is annyira hiteltelen, és azért is annyira irritáló, mert már mindent eljátszottak vele, az összes létező szélsőséget, tehát a pártöklétől a pártpojácájáig ő már minden volt. És emlékszem ténylegesen, hogy az Activity Show-ba ott pojácáskodott a Szulák Andreával, ott mutogatott valamit a kezével, meg így nem tudom én, így úszott, mint a hal, meg a izé három szótagból áll, az elsőt mutatom. Az elsőt? Igen, hal, milyen hal? Tehát ezt játszott a Rogán Antal, de gondoljál vele abba a figurába, amelyik figura, hát hogy is mondjam, más esetekben pedig hát mindig is azt játszotta, mintha ő lenne a, hogy is fogalmazzak, tehát azon, hogy nem akarok sértő analógiát hozni. Jó, én addig azért... Marosán, ő volt a Marosán, de tényleg ő volt az a kemény csávó, aki megmondja, de nem? Én két újsághírre emlékszem Rogán Antallal kapcsolatban. Az egyik az volt, hogy személyi titkára lett, nem is tudom, az a srác, aki lehazárulózta a Medgyesit, és aztán meghurcolták emiatt, és Rogán az maga mellé emelte, és személyi titkára lett, és nyilatkozta ez a fiatal srác, hogy Rogánnak a személyi titkára lett, ami nagy felelősség, bár ő csak az ötödik vagy hatodik személyi titkára Rogán Antalnak. És akkor azon gondolkoztam, hogy úristen, ez az irritáló ember ennyire fontos, hogy hat személyi titkára van, vagy öt. Mondom, hogy valami egészen elképesztő, és ez mindez az én adóforintjaimból. Tehát, hogy ennyi dolgot kell intéznie, hogy ez egy hihetetlenül túlterhelt ember. A másik újságcikk, meg ugye az a Rogán Antal, aki... Hát azért az Activity Show-ba pojácáskodik, de amellett azért ő nagyon kemény is tud lenni, nagyon keményen tud kommunistázni, és egyszer olvastam erről a jókat kommunistázó Rogán Antalról Medgyesi Péterrel egy interjút, amiben Medgyesi Péter azt mondta, hogy hát ő nagyon sokra becsüli Rogán Antalt, ő az új nemzedéknek a tagja, és ők gyakran reggeliznek együtt, és beszélik meg a dolgokat. Tehát, hogy köztük van egy ilyen jó személyes viszony is. Hát Antal, gratulál mindahhoz, amit csináltál, mindahhoz, amit elértél. Az összes ánuszhoz, amelyet kitüntetted magad. Itt a harmadik. A harmadik helyen... Hát egy vitathatatlan kvalitás. Igen, az irritáció nagymestere. Egy nagy macska. Kóka János. Kóka János az a tökös bevállalós liberális, aki a füvezésről is csak úgy tud beszélni, hogy egyrészt ugye hát ő liberális, meg SZDSZ-es, meg nem tudom én micsoda, hát ő füvezető, ez bevallja. De csak egyszer, de azt sem Magyarországon tette, hanem ott, ahol legális. És nagyon rossz volt. Nagyon nem jött be. Nagyon tökös, nagyon bevállalós, nagyon polgárjogi arcos a srác. De tényleg, ő az a csávó, aki a múltkor néztem a tévében, jó, tehát Kóka az, akit így nem bírok úgy látni, hogy így ne szoruljon ökölbe a gyomrom. Múltkor láttam a tévében, valamit magyarázott a KET21 című műsorba, valami gazdasági szakemberekkel beszélgetett, és mondta, hogy
Nincsen szükség asszirológusokra ebben az országban. Semmi szükség asszirológusokra. Káderekre és közgazdászokra van szükség, ezt mondta. És hogyha belegondolok abba, hogy ezt milyen történelmi korban tudtam volna elképzelni, az ilyen 1978, nem? Amikor így el tudom képzelni, hogy így káderekre és közgazdászokra. De nem ez a mondat? Jó, de azért is nagyon irritáló a csávó. Simán egyébként, és mi az, hogy nincs szükség asszirológusokra? Tehát ő az a csávó, akinek nem lehet elmagyarázni. Szerintem 7 nap, 7 éjjel nem tudnád neki elmagyarázni, hogy legújabb... mi az, hogy kultúra. Hogy mit jelent az, hogy kultúra, mit jelent az, hogy civilizáció. Ő egy dolgot ért, ő egy dologhoz ért. Profit. Profit. Jó, nekem meggyőződésem különben, tehát hogy igazából a kóka azért egy riasztó személyiség, mert az ember egész egyszerűen nem látja azt a kvalitást, ami ezt a figurát a milliárdokhoz segítette. Tehát így látjuk, amint hebeg habog a televíziókba, borzalmas, amikor, hogyha megfigyeltétek, ugyanaz a beszédtanára, mint a Gyurcsánynak, ugyanazokat a gesztusokat használja. Folyamatosan ugyanúgy próbál gesztikulálni, mint a Gyurcsány. Nem ugyanaz, de egyébként egymásról klónozták volna őket olyan, és az egyiket bepakolták az SZDSZ-be, a másikat meg az MSZ-be. És akkor ez az ember, aki folyamatosan, amit én tökre egyetértek vele, a piacról, a magánszektorról, stb. Beszél, ez az ember az, aki mondjuk internet tekintetében a legnagyobb állami megbízásokhoz jutott hozzá, a milliárdoknak egy jelentős részéhez úgy jutott, hát úgy került profit, úgy realizálódott, hogy az állam kötött vele szerződéseket, és ezek után azért nagyon-nagyon furcsa ez a hihetetlen nagy államellenesség, miközben hát olyan jó partner volt egyszer. A dobogó középső foka mindig a másodiké. És most jön a második helyezettünk. A második helyen. Orbán Viktor, hossz jó napot. Ha Orbán Viktor hossz jó napot, az a maga részéről a magyar törvények semmibevétele, ami egy olyan jogkövető figurától, aki hát ugyebár maga a haza atya, mint azt tudjuk. Hát legalábbis furcsa, legalábbis különös ez az, majd az ügyvédeim kimagyaráznak hossz jó napot. Gondolom, hogy mindannyian emlékszünk rá. Jó, Orbán Viktorra én nekem az első nagy jelentős benyomásom az volt, amikor 98-ba, 97-ben láttam ugye már potenciális miniszterelnökként megjelenni, és tényleg az volt az érzés az embernek, hogy így a top menedzser, az amerikai üzleti élet, sőt, vagy politikai élet legkvalifikáltabb figuráját látja, rajta volt a legalább 2 kilós bosszöltöny, tehát hogy ilyen, mit tudom én, mondjuk egy magyar átlagfizetés 3-4-szerese, tehát így 3-4 hónapig dolgozik érte egy kétkezi munkás, abba feszített, elment, meggyőző volt, hihetetlenül jól nyomta, és aztán eltelik 4-5 év, és hát a hírek nem arról szólnak, hogy egyre rosszabbul menne az Orbán családnak, sőt, ezzel ellentétes információk szerepelnek Orbán Viktor saját személyes jövedelem bevallásába is. Majd mit látok a 2006-os választási kampányban, hogy azok a 100.000 forintos bossz, meg nem tudom én milyen kvalifikált öltönyök egyszer csak eltűntek. És előkerült a puru határa. És előkerültek ezek a rémizvéléstelen ilyen szálkás... Tvidzakók, igen. Ilyen kockás, illasága kockás. Igen, a fater egész ruhatára feltűnt. De nekem nem ez a bajom, nekem a tartalmilag az a bajom, hogy ugye elkezdett így arhaizálni, tehát nem évet, hanem esztendőt kezdett mondani, meg hogy ilyen veretesen kezdett beszélni, ahogy Nemes Kürti István írta a munkáit. Tehát, hogy így bele... Hát ő volt a modernizátor, eltelt 5 év, és ő lett a konzervatív, ha nem is a Mucsai, de a Maradinak tűnő valaki. Abszolút. Aztán most pedig már megint valami újabb modernizálót akar, de a túloldalról, a Gyurcsánnyal szemben, aki pedig a kizsákmányoló, tehát, hogy ilyen de hirdetlen... már megfintőzött mindenben. Hát a igen. Idei kampányban például képes volt olyan mondatokkal előrukkolni, miszerint Magyarországon a tisztességes munkából nem vagy alig lehet megélni, ami teljesen úgy hangzott, mintha Kádár János mondta volna. Tehát, hogy gyakorlatilag ebben a kampányban elsajátította a komplett Kádár kelléktárat, ahhoz képest gyakorlatilag már Hortitól Kádárig bejátszotta az egész 20. századi magyar történelmet Orbán Viktor. Gyakorlatilag nem létezik olyan szerep, amit nem sajátított el. Ő az a figura, akinek az esetében tényleg nem pusztán frázis az, hogyha azt mondjuk, hogy a hatalomért az anyját is eladná. És végül a number one. Gátlástalanság. Mi más, mint gátlástalanság? Mi egyéb? Azt hiszem, hogy a nevét fölösleges is kimondani. Azt hiszem, hogy minden elhangzott.
mi városunk. Hát ez hihetetlen. Kiszedték, képzeld el, kiszedték a gépünkből a gyurcsány izébe játszókat. Szerintem itt egy összeesküvés van a mélyén, a komcsik igen, itt vannak a spájzban, kiszedik a gépből a bejátszót. Gyurcsány Ferencről az a gátlástalanság nagymesteréről. Ő a gátlástalanság apostola. Ő az az ember, akinek a számára, tehát hogy mondjam, ő az, aki a politikai cselekvést és a politikai beszédet egy új paradigmába hozta be. Gyakorlatilag ő Gyurcsány Ferenc az, aki előtt azt gondolhattuk, hogy vannak bizonyos dolgok, amiket már nem lehet kimondani. Létezik az a pofátlanság, amit már nem lehet megtenni, de nem azért, mert a magyar politikának a gyomra nem venné be, vagy a magyar társadalomnál az leverné a biztosítékot, vagy azért, mert attól annak különösebb következményei lennének. Tudtuk, hogy nincsenek következmények, hanem pusztán csak azért gondoltuk, hogy azt már nem lehet megtenni, mert az ember arcán a bőrnek van egy bizonyos vastagsága, meg egy bizonyos szakító szilárdsága, meg van egy bizonyos éghetősége. És arra gondoltunk mi mindig is, hogy ezt egy bizonyos szinten túl van már nem bírja. Vannak fizikai korlátai. Igen, hogy mondjam, tehát igen, biológiai, fizikai, kémiai határai vannak az emberi cselekvésnek. Tehát egyszerűen ilyet már nem lehet megtenni, az embernek konkrétan lesül a bőr a pofájáról. De itt van egy ember, Gyurcsány Ferenc, akinek olyan vastag és viaszos bőr van az arcán, hogy gyakorlatilag minden kijelentés átmegy. Így például talán éppen tegnap vagy tegnap előtt mondta, hogy véget kell vetni a bizalmatlanság korszakának, és a hazugságoknak, és itt az idő, hogy végre elmélyülve a bizalomban, az egymás iránti bizalomban egy új alapokon kezdjük a magyar politikát. Nincsen sok választás. Azért nincsen, mert elkúrtuk. Nem kicsit, nagyon. Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, mert mi csináltunk. Meg lehet magyarázni. Nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz. Annyival vagyunk túl az ország lehetőségein, mi azt nem tudtuk korábban elképzelni, hogy ezt a Magyar Szocialista Párt és a liberálisok közös kormányzása valaha is megteszi. És közben egyébként nem csináltunk semmit 4 évig. Semmit. Nem tudtok mondani olyan jelentős kormányzati intézkedést, amire büszkék lehetünk azon túl, hogy a szarból visszahoztuk a kormányzást a végére. Semmit. Ha el kell számolni az országnak, hogy mit csináltunk 4 év alatt, akkor mit mondunk? Gátlástalanság. Igen. Hazudozás. Rendben. Korrupció. Mehet. Közösségi gyűlöletkeltés. Oké. Okay. Vizsgálja és minősítse velünk minden hétköznap a Demokrácia Részvénytársaság piaci manővereit. Merítkezzünk meg együtt minden hétköznap a magyar közélet mocsarában. Már a műsorkészítők befejezték, de ne féljen, politikusaink sosem pihennek, és csak keveset alszanak. Garantáltan lesz témánk, és a show, mint minden hétköznap este fél attól, folytatódik. Magyarország jó úton jár. Ez az adócsökkentés kormánya. Ma a minimálbér után nem kell adót fizetni. Eltöröltük a középső adókulcsot. Eltöröltük az egységes egészségügyi hozzájárulást. Alacsonyabb lett az általános forgalmi adó. Nem tudnak mondani olyan adófajtát, ahol ne csökkentek volna az adók. Megígértük, megtettük. Szavazzon ön is az 5 éves adócsökkentési programra.